Elérkeztünk a koszorúzáshoz. Az igazság az, hogy még meg kéne várnunk a székelyudvarhelyi kórust is, de reméljük, hogy érkeznek. És hát itt a program szerint felszólal Gál Imre, a Mihalik Kálmán Egyesületnek az elnöke. Kérem, hogy tartsa meg beszédét. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a lehetőséget, hogy végre ide is eljutottunk. Tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt itt a Bálvárosi temetőben, Mihalik Kálmán székelyhimnusz zeneszerző sírjánál, halálának 100. évfordulóján. A mai nap folyamán tartott megemlékezésen tisztelettel a tisztelt felszólalók által megismerhettük a szerzőpáros Mihalik Kálmán és Csanádi György valódi kapcsolata, tevékenységét, de néhány szót a himnuszról azért elmondok, ez egy kicsit hiányos volt, de nyilván rám van bízva. Tehát, amit meg szeretnék említeni, az eredeti vers címe kantáti volt, nem ének, hanem csak egy vers volt, amit a szép gyűlésén is ezen a néven csendült fel. Csanádi azután változtatta a címet székely himnuszra, amit határozottan mondok, 2x4 sor. Sajnálatos módon hozzaraktak még 2-3-4-et, így lett akkora, mint a román himnusz. Eredeti szövege, ki tudja merre visz a végzet, így kezdődik. Vasol Vertnek egy idézetét írom, mondom. Ti budapesti magyarok, ti a többiek, Alföldön és Dunántúl, tudjátok ti mi a himnusz? Tudjátok, hogy kell énekelni? Halljátok a templomban, iskolában, ünnepélyen? Gyűléseken? Mindig? Hát nem. Gyerekeitek az iskolában tanulják? A mi fiatalaink nem hallottak soha. Csak néhány rádióban vagy hozzájuk figyelték, ha arra figyeltek áhítattal és imádkozó szívvel a bűvös dallamot, amelynek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni. Ha valaki mégis tudta és énekelte, baj szerzett vele magának, családjának, a falujának, aki tudta és magába tartotta, de élt a himnusz mégis. Tudták, hogy van, és tudták, hogy imádság. Én is, mint kisgyermek, esti ima után édesanyámmal a Hiszek egyet versként tanultuk. És utána a székely himnusz, ki tudja merre, én is versként tanultam. Igaz, hogy nem most volt, és ez a Csíksomjai Szűz Mária köténye mellett. Mivel, hogy Csíkszeredában születtem, de Csíkpalfalván növelkedtem. Mihalik Kálmán sírjának holléte halál után eltelt évtizedekbe csak nem feledésbe merült. Nem tudom, kinek állt érdekében, hogy elfeledjék és elfeledtessék. Annyira titkolták, hogy a temetésen megjelent újság cikk szerzőinek még a nevét sem árték leírni. Pontos helye csak a rendszerváltás környékén vált ismert. Megérkezett a busz, nem tudom, hogy mondjam tovább. Jó. Mikor megtaláltuk, az erdélyi tagjai megváltották a sírhelyet. 31 éve kezdtem farogni egy kopjafát. Kezdtem. A székely himnusz zeneszerzőinek, Mihalik Kálmánnak a sírjáról. Azokat az éveket nem lehetett elfeledni, 1987-1989 karácsonyon. Szilágyi Domokos írja, hogy az emlékezés is nagy hatalom. Az elmúlt 100 év már történelem, gondolom. 1989 tavaszától sok embernek annyira elegük lett a mindennapos egzálásból, hogy sokan, ha elérték a határt, szó szerint
eldobták cipőjüket, ruháikat, néhányan testüket bekenték gépzsírral, és így úsztok, vagy másztok, ki hogy tudta, át a határon. Jelen pillanatban is itt vannak olyan személyek, akik ezt végig szenvedték. Nem kértem, hogy engedjék meg, mondjam a nevüket, de majd kiderül. Próbáltak menekülni a Kárpátok géniuszának országából, pontosabban Erdélyből, Székelyföldről. Hát kisebb-nagyobb sikerrel. Akik megérkeztek Szegedre 1988 és 90 között, spontán csoportok alakultak, jólelkű, jószándékú anyaországi magyarok segítettek rajtunk, siettek és létrehoztak a szegedi Erdélykört, akinek dr. Csikos Mária Egyesület ügyvezető elnöke lett. Dr. Horváth István Károlyné, Margó, és az elhunyt újságíró Pataki Sándor, az áttelepült menekült erdélyek, amelynek célja az áttelepültek körében az erdélyi szellemiség összetartása erősítése. Menekültek és hivatalosan áttelepült erdélyek kezdetben rendszerváltás után nem volt biztonságos haza látogatni, közeledett a halottak napja. Így mindenki a szegedi bálvárosi temetőbe a hősi halottakhoz ment, hogy leroljak egyenletét halottak napja alkalmával. Kifelé jövet, bár az elmúlt Pataki Sándor, a Dél-Magyarország újságírója, mondta, gyerekek, van itt nekünk, ha jól emlékszik, egy saját közvetlen kapcsolatunk, egy székely ember, vagyis hát a székely himnusz zeneszerje, úgy tudja, hogy itt van valahol eltemetve Szegeden. Ő dr. Mihalik Kálmán, a székely himnusz zeneszerzője, 27 évesen halt meg, és valahol itt van eltemetve. Ott fogalmazott meg méltatlan elfeledett orvos zeneszerző sírjának a felkutatása. Próbáljuk megkeresni. Én ott a temetőben felajánlottam, ha megtaláljuk a sírt, faragjuk egy szép nagy kopjafát. Jó van, faragjál, ha tudsz. És ha van, amiből? Nem volt a válasz. Na de mindenkiben benne volt az a félsz, hogy egyáltalán megmerjük szólalni. Senki nem gondolta, hogy sikerülni fog, és elkészítem a kopjafát. Az Erdélyi Kör 91. december 27-én létrehozta a Mihalik Kálmán alapítvány, 92. február 3-án került sor bírósági bejegyzésre. Az elnöke Horváth István Károlyné volt, majd én vettem át. Az alapítvány célja a fiatal elhűlt zeneszerző állító mellé síremléket készíteni, meg létrehozni egy emlékműtől. Hát a sír megtalálásáról ez egy kicsit olyan mesébe illő, de röviden próbálom elmondani, hogy a Székelyföldről elszármazott honfitársak, menekült családok minden csütörtökön az MDF akkori székházába találkozóra mentünk. Egyik csütörtök délután a székház előtt, a bejárat elé egyszerre értem oda bottal lépegető idős nénivel. Nehezen lépett fel az első lépcsőn, amikor megfogtam óvatosan a karját, és próbáltam négy lépcsőfokon felsegíteni, mondván, hölgyem, én segítek magának. Néhány szót váltottunk, amire felkapta a fejét, és azt mondta nekem, ugye maga székely? Igen, én székely vagyok. Hát, akkor én nem is megyek tovább. Egy lépést sem tudtam lépni tovább, és azt mondtam, hogy hát, na jó van, azt mondja. Magát a Jóisten rendelte ide, úgy érzem, eljött a pillanat, hogy közel 70 éves titkomat megosszam magával. Mostanig őröztem titkomat. De elmondom, nem akarom a sírba vinni. Hát a hideg kirázott a szavak hallatán, és így folytatta. Mária néni vagyok, és ennyit mondok, tudja lelkem, megkönnyebbülve távozok ebből a világból. Ha féltve őrzött titkomat, elmondhatom magának. Jól van, de kérem, menjünk be, hangos a beszélgetés, ma vannak benne a teremben. Nem
mondta határozottan. Ezt a titkot csak magára bízom. Tegyen belátása szerint. Elmondom és megmutatom, hol van a székely himnusz. Zeneszerző eltemetve. Én vagyok ugyanis azok a személyek közül egy, aki részt vettem a temetésen. Úgy vélem, senki nincs életben, akik még a temetésen részt vettek. Hát, ha érdekli, mondtam, de igen, nagyon érdekel. Hogy tudom meg, hogy hol van a sírház? Van-e kocsia? Mondtam, van. Akkor holnap kivisz a temetőbe, és én megmutatom. Hol van a sírhely? Jól van, megértettem, feleltem, másnap kihoztam ide a temetőbe, vagyis itt a túloldalt a temető sarkába. Megmutat a sírhelyet, ahova temették, mi alig kalmant. Hát három sír egymás mellett, tele szeméttel, csak látszott, hogy valami sírhely van ott valahol. Hát alig látszott, elfeledett, múltat, takarta a szemét. Oda gyűjtötték az elszállott koszorukat, ágakot, Mária nénit hazavittem, hazafelé tartva gondolkodtam, kinek mondjam el. Nekem mondtál egyedül, senki tanúm nincs rá, nem hallotta senki. Soha nem láttam ezt a hölgyet, nem ismerem. A csütörtöki találkozásoknál sokan vannak, akiket nem ismerek, és lehetnek olyan személyek, akik, nem folytatom, és mi történik, ha elfelejtem az egészet? De akkor mi vagyok székely? Félek nyilvánosságra hozni, várok még egy kicsit. Nagyon nehezen adtak információt, végül sikerült a sírt igazi helyére rátalálni. Ugyanaz volt, amit Mária néni mutatott, és amit az erdélyi kör hivatalosan is megtalált. Néhány alkalommal bementem a temetőbe, tervezgettem miképpen, mert itt mentem munkából haza, itt a saroknál tervezgettem, miképpen tudom ezt a sír hantot kitakarítani, láthatóvá tenni, letakarítani a rajta lévő szemetet. Éppen akkor építés alatt állt a házunk, utánfutóval hoztam be sódert, kavicsot, deszkát, ami kellett, szementet. Hát a feleségemmel neki fogtunk kiásni kellő méretű sírháját. Mivel engedélyünk nem volt, neki fogtunk áskálni a kisfiam, aki 8 éves volt, kiállítottam a kapu mellé, mögé, hogyha valaki jön, akkor azonnal szóljon, és mi is ott vagyunk a temetőben. Hát jöttek, de nem volt gond, mert a fiam lépett, intett a lapátokat, leraktuk a sír mellé, és senki nem szólt semmit, mikor elmentek, ástuk tovább. A hozott anyagból a betont kavartunk, megöntöttük beton sírkeretet. Nagyon sok segítség ígérkezett akkor, már több mint 250 erdély itt élt Szegeden. De a feleségemén kívül senki nem volt hajlandó segíteni. Mindenki el volt foglalva, de nagyon nehéz volt a kopjafa. Nem tudtuk ketten beemelni a sírkeretbe. Azonnal jött a segítség, hívtam telefon a hatos árpi barátomot, aki való nem tudom itt van. Ő jött azonnal segíteni, itt van az árpi, és így beállítottuk a kopjakat, meg megöntöttük a további beton. Az újságban úgy jelent meg, még a mai napig is sok helyt úgy van megírva, hogy az erdélyi kör és a Mieli Kalman alapítvány együttműködésével készítették a síremléket, és benne a faragott kopjakat. Hát Árpád barátomon kívül és a feleségem segítsége nélkül nem mentem volna semmire, de senki nem segített. Hát én a rám bízott feladatot még azért sem hagyom elveszni, lesz ami lesz. Tettem a dolgom belátásom szerint. Összeragadtam meg, jó. Az elkészült síremléket 93. szeptember 6-án Gyulai Endre megyésmüsök úgy szentelte fel, hogy utána büszkék voltunk, hogy az egyik legnagyobb kopjafaja
amelyik itt a környéken létezik. Egy törfarangből kivágott darab, 25x25x2,50 méteres, 93 és 2012 között ez a fagragott kopja jelezte a régi sírhelyét, a szegedi belvárosi temető régi bejáratához közel. A nagy kopjafa, arról van itt szó. Egy ismerősöm kérdezte, és figyelem, kérdezte, na mit nyertél ezzel, hogy felállítottál egy kopjafa? Ez 29-30 éve. Kérdezte, mit nyertél ezzel? Egyelőre semmit, de ha 10 év múlva, vagy 20 év múlva, esetleg 30 év múlva emlékezni fognak, hogy itt nyugszik Mialik Kálmán, a Székelyhimnusz a zeneszerzője, már akkor az nyereség nekem. És lám-lám, eltelt 30 év, és itt vagyunk. Senki 30 évre előre nem tud tervezni, még az 5 éves tervre, amire emlékszünk, az is mindig 4,5 év alatt teljesítve volt. 2012 tavaszán exhumálásra került sor, és így a belvárosi temető főbejáratának bal oldalát található Kegyenleti parcellához ez. Új díszhelyén nyugszik, ami Gyula Jendre nyugalmazott megyis püspök, szentelte fel. 2012. szeptember 6-án halálának 90. évfordulóján tartott megemlékezésen részt vettek az orvos zeneszerző rokonai Szekács Vera Mialik Lajos. Hozzá kell tennem, hogy több mint 10 évig kutattam, hogy valamilyen rokoni szál, vagy ér szerinti rokon található ebbe az országba, vagy a világon Mialiknak. Hát több mint 10 évig senki nem jelentkezett, majd jelentkezett Szekács Vera, Mialik Kálmán rokona, vér szerinti rokona, és mivel hogy jelentkezett, így rögtön levelezésbe bonyolodtunk, meghívtam hozzánk a lakásra, akkor azt mondta, de még van egy unokatestvére neki, aki Mialik Lajos, és ő is szívesen eljön. Mondtam, akkor jöjjön ő is, a macskátok van, nincs, akkor rendben van. Eljöttek, egész éjszaka szinte beszélgettünk otthon, és azt mondta, hogy amit ő most mond, halála után mondhatom el, mert az életrajza az egész családnak visszamenőleg 1810-ig megvan, és nem merte közölni. Az okát is megmondta, hogy miért nem merte, de nekem le van írva, itt is megvan, családfa szó szerint, amit ő diktált le, és most nem bonyolodok benne, már elég hosszú. Megjegyzem, mind intellektuális, diplomás emberek voltak a leszármazottai, ő is újságízó, szerkesztő, úgyhogy nagy múltja volt, és műfordító volt a Szekács Vera, született Mialik. ...93 évfordul alkalmával tartott megemlékezésen, egy faragott kopjafát ajándékoztak a Sepsi Szentgyörgyi Kovászna megye, Székely nyugdíjas önsegélyző pénztár tagjai közül Lőrinc István, aki maga faragta a kopjafát, valamint Bogdan Bertalan és Szabó József, ők itt vannak. Az ajándék kopjafát Fazakas Gusztáv plebános szentelte fel. Hát én nem csak meg szeretném köszönni, hogy részt vettek a megemlékezésen, hanem kimondom azt a szót, hogy köszönöm, hogy megjelentek. Hogy a világon bárhol élő magyaroknak, a székelyeknek jelentsen reményt ez a székelyhimnusz és ez az emlék, és vigaszt, kitartás, és kérem mindazokat, akik éneklik, és tartsák tiszteletben a hiteles formát, és utóvégre köszönöm, hogy meghallgattak. Most Gyuris Péter el fogja szavalni nekünk Petőfi Sándor versét, a székelyek. Petőfi Sándor, a székelyek. Nem mondom én, előre székelyek, előre mentek úgy is hősfiúk. Ottan kíván harcolni mindegyik, hol a csata legrémesebben zúg. Csak nem fajult el még a székely vér,
minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Úgy mentek a halál elébe ők, amint más ember mennyegző remén. Virágokat tűznek kalapjaik mellé, s dalolnak a harc mezején. Csak nem fajult el a székelyvér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Ki merne nekik ellenállni? Így bátorságot szívében kihord. Mennek, repülnek, mint a szél, s űzik az ellenséget, mint szél a port. Csak nem fajult el a székelyvér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér.